bűncselekmény hiányában a napokban felmentette a bíróság Metes György lapszerkesztőt és ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkészt, volt Mélyépes országgyűlési képviselőt, aki már vagy 2 éve a zsidóság kirekesztésére szólította fel egy kerületi Mélyépes lapolvasóit. A felmentőítéletet megelőzően az elsőfokú bírói fórum épp ellenkezőleg döntött, ez bűnösnek találta ifjabb Hegedűst a folytatólagosan elkövetett közösség elleni izgatás büntettében. Sorscsapás-e az, ha ugyanabban az ügyben egymásnak szögesen ellentmondó ítéletek születnek? Mit értett másként az egyik bíróság, és mire hivatkozott a felmentőítéletet megfogalmazó másik bírói fórum? Mai műsorunk első részében itt lesz a Hegedűs ügyben eljáró elsőfokú bíróság büntető kollégiumának vezetője, dr. Frech Ágnes tanácsvezetőbíró, és a felmentőítéletet kimondó fővárosi ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője, dr. Cine Ágnes tanácsvezetőbíró. A Hegedűs lelkészt felmentő ítélet után Tamás Gáspár Miklós meglehetősen indulatos cikkben támadta a magyar bírói kar többségét, mire a legfelső bíróság elnöke kedden védelemért a közjogi méltóságokhoz fordult, hogy ítéljék el a bírói függetlenséget veszélyeztető megnyilvánulásokat. Tehát állt a bál egész héten, amibe belekeveredett a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa is. Minden érintett itt lesz ma este, hogy együtt értelmezzék a kialakult helyzetet. Bárándi Péter, igazságügyminiszter, Lomnici Zoltán, a legfelső bíróság elnöke, Tamás Gáspár Miklós filozófus, és Kaltenbach Jenő, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. Jó estét kívánok! Két bírósági ítélet is vihart kavart az elmúlt napokban, és ezek arra kényszerítették a közvéleményt, hogy válasszon a saját igazságérzete és az igazságszolgáltatás működése között. Márpedig ez egy demokráciában, ebben talán megegyezhetünk, veszélyes szakadás. De mivel is van baj? A törvényekkel, vagy a bíróságok törvényértelmezésével, netán a külső nyomás gyakorlással, esetleg azzal, hogy az ítélethozók képtelenek elfogadtatni a társadalommal egyébként valós jogi szempontjaikat. Erről lesz szó az adás első fél órájában. Előbb nézzük a heti vita alapjául szolgáló ügyet. Ugyanazért a cselekményért az elsőfokú bírói fórum elítélte, a felleviteli eljárás pedig felmentette Hegedűs Lóránt református lelkészt. A két bíróság büntető kollégiumának vezetőjét kértem ide, hogy sorra vegyük az ellenmondásokat. Az ügyet tárgyaló bírákat azért nem lehet megszólaltatni, mert jogszabály tiltja, hogy a bíró a maga tárgyalta ügyet a nyilvánosság előtt magyarázza. Dr. Frech Ágnes, a Fővárosi Bíróság büntető kollégiumának vezetője, Dr. Cine Ágnes, a Fővárosi Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője. Ugye Hegedűs Lóránt cikke, mert hogy erről van szó, amit egyébként a református lelkész a Pannon Rádióban is felolvasott, a galíciai jöttmentek hadáról beszél, akik a Jordán partja mellől jönnek a Duna partjára még egyet rúgni a magyarba. Szó szerint idézett, ebből a cikkből rekeszt ki őket, mert ha nem teszed meg, ők teszik meg veled. A kérdés, ugyanabból a cikkből, ugyanazon mondatokból, hogyan juthat egészen más következtetésre az egyik bíróság és a másik bíróság? Nézzük először az elsőfokú bíróság döntését, illetve annak értelmezését. Tehát, hogy hogyan juthat, az az eljárási törvényekből következik. Tehát, amíg felleviteli rendszer létezik, különbözhet az első és a másodfokú döntés egymástól, és ebben még semmilyen ármány nincs. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik bíró alkalmatlan a pályára, vagy pedig valami meg nem engedett befolyásolás hatása alatt áll. Itt pusztán arról van szó, ugye ez egy olyan nehezen eldönthető, és az Alkotmánybíróság több mint 10 éves döntése után is még vitára okot adó kérdés, amelyet nem egyszerű eldönteni, és joga van az egyik bírónak így látni, és a másik bírónak úgy látni egyenlőre. Ez egy más kérdés, hogy helyes-e, hogy egy jogszabályt lehet ilyen többféleképpen is értelmezni, különösen egy ilyen nehéz kérdésben. Hogyan értelmezte a bíróság itt ezt a bizonyos mondatot, illetve a cikket? Halljuk akkor az elsőfokú döntésnek az indoklását. Tulajdonképpen a gyűlöletre úszítás fogalmát kellett magyarázni, mert a közösség elleni izgatásnak ez az úgynevezett elkövetési magatartása, és az két bíróság ennek a fogalomnak a mikénti értelmezésében tért el egymástól. Tehát, hogy Hegedűs Lórán gyűlöletre úszította? Ez volt a kérdés? Nem, hanem gyűlöletre... hogy mit jelent a gyűlöletre úszítás pontosan. Amikor az elsőfokú bíró azt mondta, hogy ez a cselekedet alkalmas a gyűlölet felkeltésére, és esetleg a
társadalom nagyobb csoportjait olyan ellenséges szenvedélyekre, korlátozhatatlan indulatokra is kiválthatja, amely esetleg átcsaphat egy erőszakos gyűlöletbe, vagy egy erőszakos magatartás motivuma kiváltója lehet. Ez egy veszélyeztetési bűncselekmény, és itt az alkalmasságot kellett eldönteni, és kell arra gondolni, hogy ez egy olyan buzdító mondat, ami esetleg azzal jár, hogy az ellenséges, korlátozhatatlan indulatok esetleg valamilyen erőszakos magatartáshoz vezetnek. Az elsőfokú bíróság úgy észlelte, illetve úgy állapította meg, hogy a gyűlöletre uszítás bekövetkezett magyarul, tehát egy ilyenfajta következménye lehet egy ilyen mondatnak, vagy egy ilyen cikknek. Igen, szóval tulajdonképpen a nemzetközi egyezményekből, az alkotmánybíróság döntéséből, az alkotmánynak a fogalmából indult ki, és ebből vezette le, és jutott el arra a következtetésre, hogy alkalmas. Nem az, hogy bekövetkezett, hanem kiválthat és alkalmas lehet ez a mondat. Mit és hogyan látott másképp a másodfokú fórum? Először a közérthetőség kedvéért annyit el kell mondjak, hogy a Fővárosi Bíróság tanácsa egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban járt el, és hozta meg az ítéletét. A fővárosi ez volt az elsőfokú bírósági ítélet. A fővárosi ítélőtábla a felülbírálat során pedig az eljárási szabályok szerint három hivatásos bíróból álló tanácsban. Ez egyébként arra is tetszik utalni, hogy azért itt a három bíró egyfajta megalapozottabb, vagy alaposabban végig gondolt ennek a problémáját? És hogy egyáltalán, hogy születnek az első és a másodfokú. Tehát itt három bíró hozza ítélete. Meg a döntést. Igen, három bíró hozta meg a döntést az eljárási szabályok szerint, és a döntése során, és az ítélet, ezt tartalmazza a másodfokú bírói ítélet, egyértelműen megállapította, hogy egyrészt az elsőfokú bírói ítélet tényállása megalapozott. Ezt a másodfokú bíróság is a ítéleti tényállásának alapjául vette. Megállapította a másodfokú bírói tényállás azt is, hogy számos olyan elvet megfogalmazott az első bírói ítélet, amellyel a másodfokú bírói ítélet is egyetértett. Egyszerűbben egyszerűbben lefordítva, hogy helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletének indokó részét. A tényállás is megalapozott volt, és számos olyan jogi érvet és elvet kifejtett az elsőfokú bíróság, amelyet szintén megalapozottnak talált a másodfokú bíróság, nevezetesen például a vádtárgyává tetszik vonatkozásában nem az egyes kiragadott rész, az egyes kiragadott részeket nem önállóan vizsgálta, hanem azokat elhelyezve ilyen az egész cikkben. Azért nem megyünk bele, mert korlátozott az időnk. Mit látott másképp a másodfokú bíróság? Gyakorlatilag a gyűlöletre úszítás fogalmát értelmezte másképp a másodfokú bíróság, és ez kifejtette határozatában, hogy annak ellenére, hogy az elsőfokú bírói ítélet helyes alkotmánybírói határozatokat hívott föl, gyakorlatilag jogi indokolása téves volt. És ezt tartalmaz a másodfokú bírói ítélet. Egyébként, amikor ezt meg kellett határozni, akkor miért nem vették elő mondjuk a értelmező kézi szótárt, ahogy az alkotmánybíróság a 30/1990. Évi határozatában ezt tette? Az elsőfokú bírói ítélet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Azonban csak azt tudom mondani, hogy másképp értelmezte az elsőfokú bírói ítélet a gyűlöletre úszítás fogalmát. A másodfokú bírói ítélet az nem egyértelmű, hogy mi a gyűlöletre úszítás? A másodfokú bírói ítélet szerint egyértelmű az alkotmánybírósági határozatok és a legfelsőbb bíróság eseti döntései alapján egyértelmű iránymutatást adott ebben a kérdésben a legfelsőbb bíróság és az 1997/165-ös és 1998/521-es határozatában. Nem fogjuk tudni így követni, mert javarészt nem jogvégzett emberek nézik és hallgatják ezt a műsor, de itt van előttem ez a, előbb rosszul mondtam a számát, 30/1992-es alkotmánybírósági határozat, és itt azt mondja, remélem, hogy ez közérthető lesz. A közösség ellen izgatás az eredeti izgatáshoz képest kétségtelenül szélesítette a büntető felelősséget azzal, hogy a tényállás nem célzatos, azaz a bűnösség megállapításához nem szükséges a gyűlöletkeltés kifejezett egyenes szándéka, elegendő csupán az, hogy az elkövető tudatában legyen, magatartása a gyűlölet kiváltására alkalmas. Az értelmező kézi szótár szerint az önmagukban a szavak is általánosan ismert tartalommal bírnak, a gyűlölet az egyik legszélsőségesebb, negatív, a magyar nyelv értelmező szótára szerint nagyfokú ellenséges indulat. Aki úszít, az valamely személy, csoport, szervezet intézkedés ellen ellenséges magatartásra, ellenséges kárt okozó tevékenységre biztat, ingerellázít. Ez például elég egyértelműen szól.
Igen, de ennek ellenére azt tudom mondani, hogy téves jogi következtetést vont le az elsőfokú bíróság. A másodfokú bíróság az előbbiek alapján, határozatok és döntések alapján, eseti döntések alapján a gyűlöletre uszítás fogalmát úgy határozta meg, hogy az erőszakos cselekedetre, ilyen tevékenységre vagy kifejtésre hív föl. Tehát akkor... Nem, bocsánat, nem ezt mondta. Ezt a másodfokú bíróság. Ezt a másodfokú bíróság állapította meg, hogy az követi el a gyűlöletre uszítás fogalmát, és az uszít, aki erőszakos cselekedetre, ilyen magatartás vagy tevékenység kifejtésére. Tehát ha tevőleges cselekedetbe torkollik a felszólítás, abban az esetben lenne büntetendő, itt húzta meg tulajdonképpen a határt a másodfokú bírói fórum. Igen, és ezt erősíti egy legfelsőbb bírósági eseti döntés is, amely gyakorlatilag ugyanígy foglalt állást. Tehát a másodfokú bíróságnak csak a jogalkalmazás szerepe hárul. Nincs itt némi ellentmondás a legfelsőbb bíróság jogeseti döntése és az alkotmánybíróság előbb idézett határozata, illetve a 30/1992-es alkotmánybírósági határozat azt is kimondja, hogy a szólásszabadság az egy alapjog, és azt a büntetőjogi felelősség tekintetében is csak a legvégső esetben, csak a társadalmi rend, nyugalom, a köznyugalom és a béke reális veszélynek fennállása esetén lehet korlátozni. Ezt miért nem vette figyelembe az elsőfokú bírói fórum? Éppen ezt vette figyelembe, amikor másként foglalt állást, és ebből is kiderül, hogy szó sincs egyértelmű értelmezésről. Tehát sem az alkotmánybírósági döntést nem értelmezzük azonosan, mint ahogy beszéltünk már erről, maguk az alkotmánybíró jegyzői sem, tehát az alkotmánybíróság volt elnöke, és ennek a döntésnek az egyik előadó bírója sem, tehát ők sem értelmezik azonosan. Így aztán én nem tartom meglepőnek, hogy nem jutott azonos megoldásra ez a két szintű bíróság. Mert akkor jól értem a problémát, hogy itt nincs egyértelműen meghatározva, vagy amennyire lehetett egyértelműsítette, de van egy olyan pont, ahonnantól kezdve az értelmezés másképpen hat, hogyha a elsőfokú bíró értelmezi, vagy bíróság értelmezi az alkotmánybírósági határozatot, és másképpen, hogyha a másodfokú tanács. Lehet, hogy éppen a normaszöveg nem elég egyértelmű, pedig az alkotmánybíróság, amikor a többször emlegetett döntését meghozta, akkor azt is kifejtette, hogy olyan egyértelműnek kell lenni a diszpozíciónak, a normaszövegnek, amely lehetőség szerint kiszűri az eltérő értelmezés lehetőségét. Túl azon, hogy amit még meg akarok kérdezni, a törvény szelleme, hát ugye az is egy fontos dolog, hogy mit akar a törvényhozó sugallni, illetve mondani, a törvény szelleme nem számít. Az a mondat, hogy rekeszt ki őket, mert ha nem teszed meg, ők teszik meg veled, azért az egy bizonyos értelmezés szerint, és erről szólt ez az egész heti vita, az bizony gyűlöletre úszít. A hatályos törvény szerint a gyűlöletre úszítás fogalmát csak azt tudom hangsúlyozni, amit a másodfokú bírósági határozat tartalmaz. Erőszakos cselekmény, másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerlése kell, hogy fölhívjon, és ez nem foglalja magában a hatályos jogszabályt. Látja, ez nem ért egyet mindjárt az elsőfokú bíróság képviselője. Alkalmas legyen, hogy esetleg egy erőszakos cselekedetnek a motivumaként szerepeljen, tehát kiváltója legyen, egyáltalán nem egy cselekvést kiváltó. Nem egy tevőleges cselekvés. Nem, alkalmasság kérdéséről, tehát attól lehet tartani, hogy ez olyan indulatokat vált ki, amely esetleg kiváltója, motivuma lehet egy erőszakos cselekménynek, de nem konkrét és reális közeli veszélyről van szó. Na most, és még egy kérdés. Viszont másképp foglalt tekintetben állást a másodfokú bíróság, és azt mondta, azért vagyunk itt, hogy kicsit a veszélynek konkrétnak és közvetlennek kell lennie, amit nem vizsgált az elsőfokú bírói döntés. Egyébként az miből derül ki, hogy is a veszély egy ilyen kifejezés esetén, hogy rekeszt ki őket, közvetlen és konkrét? Tehát mi ennél a konkrétabb? Az egész szövegkörnyezetet kell értelmezni. Ezt és például a társadalmi reflexet nem kellene ilyenkor figyelembe venni? Mi jogalkalmazók vagyunk, és a jogalkalmazónak a kötelessége a megalkotott jogszabályokat alkalmazni, ha más jogszabályok... De az azért kiderült bírónő itt az én számomra, igen, hogy itt azért értelmezési kérdésről, nem elsősorban jogalkalmazási kérdésről van szó. De a másodfokú bíróság számára megint azt tudom hangsúlyozni, hogy az alkotmánybírósági határozatok és a legfelsőbb bírósági eseti döntések alapján teljesen egyértelművé vált ez az értelmezés. Hát kérem szépen, itt tartunk, tehát a két egymásnak minden részletében ellentmondó, illetve nem minden részletében ellentmondó, de végső következtetéseiben ellentmondó ítélet magyarázatával. Most akkor bővítsük a kört. A sokak kedélyét felborzoló ítéletek után 4 nappal jelent meg az a majdnem egész oldalas írás az egyik napilapban, amelynek nyomán a vihar támadt. Már a címe is beszédes, ebből elég volt.
A szerző Tamás Gáspár Miklós nem csak a hegedűs ügyben másodfokon ítélkező bíróról, hanem az egész bírói karról leszedi a keresztvizet. Idézem. A bírák jelentős része ahhoz a felső középosztályhoz tartozik, amely cigányellenes, nőellenes, homofób, idegengyűlölő, antiszemita és mélyen lenézi a kitaszított szegényeket. Ez, valamint az, hogy egy némely politikus is nem tetszését fejezte ki az ítéletek miatt, arra sarkalta Lomnici Zoltánt, a legfelsőbb bíróság elnökét, hogy drámai hangú közleményt adjon ki a jogállam védelmében. Úgy látja ugyanis, hogy illetéktelenek próbálnak beavatkozni a független igazságszolgáltatás működésébe. Sajtótájékoztatóján név szerint is megemlítette Tamás Gáspár Miklós mellett Kaltenbach Jenőt, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosát is. Arra is célzott, hogy a politikusok egy része megsért egy jogállamban érinthetetlen határt, elvárásokat fogalmaz meg bírósági ítéletekkel szemben. Itt van mindenki, akiről most szó volt, illetve aki aktuálisan érintett, Bárándi Péter igazságügyminiszter, Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke, Tamás Gáspár Miklós filozófus és Kaltenbach Jenő a kisebbségi jogok biztosa. Elnök úr, önnel kezdem, mert ugye az előző összefoglaló önnel ért véget. Tamás Gáspár Miklós sokak által vitatott cikkében én ezeket a bizonyos elvárásokat a bírósági ítéletekkel szemben nem olvastam, csak vaskos kritikát. Miért baj az egyébként, hogyha valaki az igazságszolgáltatást, a bírói társadalmat bírálja, csak annak ad hangot, amit az igazságérzete megkíván, ami bántotta az igazságérzetét? Nagyon fontos dolog az, hogy a bírói ítéleteket kritizálni lehessen, és nagyon sokan megtehetik ezt. Vannak, akik nem. Én ebben a bizonyos felhívásban három kérdéssel foglalkoztam. Az egyik a politikusok időnként vitatható megnyilatkozása. Nyilván nem szándékos, célzatos kérdésekről van szó, hanem... Miért be az, hogyha egy politikus véleményt nyilvánít egy bírósági ítélettel kapcsolatban? Ha egy nem jogerős ügyben a politikus nagy nyilvánosság előtt elmondja, hogy milyen ítéletet vár az a bíróság befolyásolása, és a két hatalmi ág közötti összeütközésnek tekinthető. Ez mondja konkrétabban, mert én erre nem emlékszem. Kaltenbach Jenőt említette, aki egyébként egy nem jogerős ugye, bírósági döntéssel kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy kifejtette véleményét, én utána kerestem, olyan nagyon véleménykifejtést én nem találtam a sajtóban, de lehet, hogy nem egy forrásból dolgozunk. De egyébként miért nem mondhatná bárki azt, hogyha a véleménye egyébként nem egyezik azzal, amit egy bírói fórum mond? Mitől bírálhatatlanok a bíróságok? Szeretném az igazságügyminisztert idézni, aki már több alkalommal elmondta, hogy a politikusoknak a bírósági ítéletekkel kapcsolatban nagyon óvatosan kell eljárni, és elvárást nem fogalmazhatnak meg. Én ugyanezt írtam a felhívásba, és a kisebbségi biztossal kapcsolatos kifogások egy több éves hatásköri vitára vezethetőek vissza. Én elhoztam az egyik beszámolóját a kisebbségi biztosnak, ahol több esetben bírósági ítéleteket kritizál, noha erre a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség. De hangsúlyozni kívánom... Hatályos jogszabályok alapján, mint biztos nem teheti. Igen, tehát a bírósági ítéletekre nincs hatásköre, azokat nem vizsgálhatja, és ilyen formában nem is minősítheti. Hát éppen az Élet és Irodalom eheti számában olvastam, hogy Orbán Viktor az előző kormány feje többször bírálta a bírósági döntéseket, nem jogerős döntéseket is, és akkor érdekes módon a legfelsőbb bíróság akkori elnöke, vagy akkor talán főtitkár volt, nem volt ennyire érzékeny erre. Mi minden esetben fölléptünk az ilyen típusú jelenségekkel kapcsolatban, és évek óta folyik ez a harc. Nagyon nehéz természetesen megtalálni a középutat, hiszen a politikusnak is van vélemény nyilvánítási szabadsága, de mi sem tesszük meg azt, hogy a kormány vagy egyes tagjai döntéseit kritizáljuk, tehát ha egy nemzetközi szerződést megköt a kormány, a legfelsőbb bíróság elnöke soha nem mondta azt, hogy ez nem volt helyes, vagy nem lett volna. No, hát szabad. Akkor beszéljünk arról, aki pedig hát jogosan bírálhat, ugye Tamás Gáspár Miklós, és bírálta is az igazságszolgáltatást. Először találkoznak így legalábbis egy televízió műsorban. Őt kérdezem, honnan vette, milyen forrásból, kijelentette meg, hol, milyen tanulmányában, hogy a bírók túlnyomó többsége cigányellenes, nőellenes, idegengyűlölő, antiszemita, és lenézi a kitaszított szegényeket. Mi a forrás tehát? Kérem, ne idézzen rosszul.
Rosszul idéztem? Természetesen, nem azt mondod, a túlnyomó része. Jelentős. Nem is gondolom. Jó, a bírák ezt jelentős része, bocsánat, javítom már is magam. Jelentős része, az azt jelenti, hogy elég nagy például, hogyha 20%, azt én például sokallom. A rendszerváltás óta, sőt korábban, egyfolytában emberi jogi szervezetek, írók és egyéb válogatott cigánylegények szokták bírálni a bíróságok ítéleteit, számtalan olyan elfogult ítélet, számtalan botrányos tárgyalás volt, ez az egyik dolog. A másrészt pedig az embernek van szociológiai ismerete a saját társadalmáról. Tudjuk azt, hogy a felső középosztály miket hordoz, tudjuk azt, hogy milyen eszmék. Abban például egészen biztos, hogy a felső középosztályba tartoznak a bírók. Igen, biztos vagyok benne. Igen? Statisztika nem ezt mondja, csak azért. Én utánolvastam. Én is tudom, miről van szó. A legfelső bíróság elnöke sem tudja, hogy nem csak jövedelmi kérdés. Nem csak sajnos jövedelmi Európában kérdés. Az egyik legrosszabbul megfizetett bírói azt én tudom, a miénk. Bíró úr kedves, nem csak jövedelmi kérdés. Lakótelepi lakásokban laknak többségükben. De szeretném azt elmondani, hogy a Magyar Helsinki Bizottság jelentése tegnap látott napvilágot, amely kimondja, hogy a magyar bírói gyakorlatban nincs kisebbséget sértő elem, és arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bírák 82%-a hölgy, az itt előbb szóló kollégáim is hölgyek, tehát a nőellenesség vágyát, de minden vádat visszautasítok, és nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar bírák toleránsak, a kisebbségek jogait tiszteletben tartják, egyébként nem is lehetnének bírák, hiszen ez a törvényes, ez a jó, ez a helyes. A Tamás Gáspár Miklós azért hadd kérdezzem meg, hogy gyűlöletbeszédre egyébként lehet egy mondjuk gyűlölködésre alkalmas írással felelni? Milyen írásra gondol? Hát az önírására. Mert azért az olyan fajta felhívásokat tartalmazott, amely felhívások nyomán mondjuk mások gondolhatják azt, hogy ön is kirekeszt, ön is megbélyegez. Én bizonyos magatartások és politikai vonalak ellen politikai aktivitásra serkentettem egy szabad állam szabad polgárait. Ebben nincsen semmiféle gyűlöletbeszéd. Különben a gyűlöletbeszéd szót ne használjuk ilyen általános értelemben. Ez nem azt jelenti, hogy valaki gorombán beszél, hanem azt jelenti, hogy bizonyos kisebbségek ellen tevőleges gyűlöletre úszít. Ezt én nem tettem. Akkor azt egyébként aláírja, hogy túlzott és provokál, de szándékosan, pont azért, hogy a probléma ilyen módon napirendre kerül. Semmiféle túlzás nem volt abban, amit mondtam. Tévedni, tévedhetek. Természetesen tévedtem már sokszor életemben, és ha most tévedek, én leszek a legboldogabb, hogyha valaki bebizonyítja nekem, hogy a felső középosztály jogász tagjainak, egy kisebbségének a szemlélete nem olyan, mint ahogy én gondolom. Ugyanakkor, amit én írtam, az több értelemben azt félreértették és félremagyarázták. Én például nem vagyok híve a gyűlöletbeszéd büntetésének. Én magam például sosem pereltem volna be ifjabb Hegedűs Lorántot sem. Én ezekben a kérdésekben a morális és politikai harc pártján vagyok. Én nem hiszem, hogy a büntetőjogot eszközként kéne használni politikai konfliktusok levezetésére. Ez egy szerencsétlen dolog. Ennyiben, és csak ennyiben megértem a legfelsőbb bíróság elnökének az érzékenységét. Nem szereti, hogy a bíróságokat politikai harcok ürügyének használják. Ez helyes. Valóban nem ez a terepe a politikai harcoknak. Ebben egyetértek. Politikai harcok terepe az a politikai harc. És úgy vélem, hogy a rasszizmussal és az antiszemitizmussal szemben, és még egyéb ezer dologgal szemben is föl kell venniük a demokratikus és liberális és szocialista és konzervatív szemléletű honpolgároknak tisztességes társadalomban a harcot. Bár mondjuk itt az alapvető kérdés az az, legalábbis ha jól értelmeztem a cikkét, hogy van-e olyan demokrácia, amely szellemével ellenkezhet az, amit mondjuk egy bíróság jogerős ítélete megfogalmaz, nem? Én egy bírói nyilatkozatot kifogásoltam elsősorban. Erről beszélek. Az nem az ítélet. Én nem akarok abban állást foglalni, hogy helyes volt-e ez az ítélet ifjabb Hegedűs Lorántal szemben, tekintettel arra, hogy ilyen szabadelvű törvényeket szeretnék, és azt szeretném, hogy a politikai harcokat nem a bíróságon folytatnánk. Ennek nem ez a terepe. Vannak választások, van közvélemény, sok minden van, ahol ezeket a dolgokat el lehet intézni, és azt hiszem, hogy ennyiben is tulajdonképpen egyetértek jogászokkal, hogy nem kell a politikai harcok terepévé tenni az igazságszolgáltatást, ezt én sem helyeselném. Ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy ebben az országban fölháborító dolgokat művel egy radikális kisebbség, legalábbis véleményem szerint fölháborító dolgokat művel, ezzel szemben pedig állást kéne foglalni. Ebben ennek a pernek és a bíróságnak a szerepe viszonylag korlátozott. Ezt emelték ki ugye a főbíró úr nyilatkozata folytán, ugye a vitákban a különféle hozzászólók. Én itt alapvetően társadalmi küzdelemre
hívok föl, és társadalmi küzdelemre számítok a különféle emberellenes, úszító, rasszista nézetekkel és gyakorlatokkal szemben. Azonban haladjunk azon a nyomvonalon, amit eredetileg kijelöltünk Kaltenbach. De nem feltétlenül értek egyet ezzel a nyomvonallal, ön esetleg tévednek a nyomvonalnak a kijelölésében. Ez nem elsősorban jogi kérdés. Megértettem, ezért mondom, hogy haladjunk talán tovább. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman is belekeveredett ebbe a forgószélbe, mert mint ugye itt Lomnici Zoltán mondta, mivel egy még nem jogerős bíróságítélettel kapcsolatban szerinte a kisebbségi ombudsman is állást foglalt, és ez ellentétes az ő hatáskörével. Persze ez esetben már egy egészen más ügyről volt szó, nevezetesen, hogy egy ártatlanul elítélt testvérpárnak a kértnél kevesebb kártérítést ítélt meg az elsőfokú bíróság, arra hivatkozva, hogy a primitív személyiségük miatt a szenvedésük tulajdonképpen kevesebbe kerül. Az ombudsman az őt ért vádat kikérte magának, és azt mondta, tőlem félteni az igazságszolgáltatást olyan, mintha Jancsit és Juliskát egymástól féltenék, és nem a gonosz boszorkától. Ugye, ombudsman úr? Igen, ez így van. Mit talál, egyébként mondta ön ezt a mondatot? Tehát avatkozott ön az elsőfokú ítéletbe? Hát hadd kérdezzek vissza, én nagyon jó lenne, hogyha megtudnám, hogy melyik az a mondat, amelyik szerint én beavatkoztam volna az ítélkezésbe, ezt én soha nem tettem. A legfelső bíróság elnök elővette a maga kigyűjtött cikk gyűjteményét, és akkor most több lapban megjelent, ma reggel is a tévében elmondták, a kisebbségi ombudsman szerint vitatható a Szegedi Bíróság döntése alkotmányossági szempontból, nem jogerősítéletről van szó, és nem arról, hogy lehet-e vitatni, tehát ha Tamás Gáspár Miklós... De ez egy tudósítás, ha jól értem, tehát nem ő mondta, szó szerint idézett, bekértük a kazettát, és én beszéltem a riporternővel is, aki ezt megerősítette. Időközben Kaltenbach úrral telefonon tudtunk beszélni, hiszen ő külföldre utazott, és jelezte nekem, hogy ő ezt a mondatot nem mondta. Én ezt tudomásul veszem, úgyhogy a jövő héten folytatunk egy beszélgetést. Ott a hatásköri kérdéseket, a több éve tartó hatásköri kérdéseket megbeszéljük, lezárjuk, és az együttműködésről lesz szó. Öné a szó, ombudsman úr. Én csak azt tudom mondani, amit eddig is mondtam. Az a mondat, amit itt állítólag nekem tulajdonítanak, soha el nem hangzott. Tehát nem jogerős ügyben nem avatkoztam be, és aki vette volna magának a fáradtságot, hogy ennek alaposan utána nézzen, annak azt tudhatta volna, hogy ez így van. Tehát az igazság az, hogy engem, illetőleg az általam képviselt intézményt ért igaztalan támadás, és én nagyon örülnék neki valóban, hogyha ez a jövőben nem fordulna elő. Amit én tettem, az a legkényesebb jogállami igényeknek is megfelel, és a jövőben is meg fogom tenni. Még egyszer hangsúlyozom, az adott konkrét nem jogerős ügybe nem nyilvánítottam véleményt. Mindössze azt mondtam, hogy hasonlítsuk össze a bírói gyakorlatot, ami az alkotmánybíróságon történik, azzal, ami a rendes bíróságon történik. És még azt sem minősítettem, hogy melyik jó, vagy melyik rossz. Csak azt mondtam, hogy a kettőt hasonlítsuk össze, folyjon erről egy konstruktív vita, és foglaljunk állást azokban a kérdésekben, amelyek indokoltak a két gyakorlat közötti eltérés miatt. Őszintén szóval én persze azt sem értem, hogyha egy kisebbségi jogok biztosa vagy ombudsmana miért ne fejthetné ki az álláspontját adott esetben, még egy elsőfokú bíróság ítéletével kapcsolatban, de hadd kérdezzem meg az eddig szótlanul várakozó és türelmesen várakozó igazságügyminisztert. Miről szól ez az egész, amit most ebben az elmúlt 6-7 napban kibontakozott ebben az országban ön szerint? Hát sok mindenről. Szól valahol a sokszor említett gyűlöletbeszédről, szól annak minden leszármazásáról, szól a bíróság presztízséről, szól alapvetően arról a politikai hangulatról, ami sajnálatos módon az alapintézményeket kezdi kikezdeni. Ugye túl vagyunk azon, hogy a rendőrségben az egyik oldal bízni látszik, a másik oldal nem látszik bízni, az ügyészségben fordítva, de ott is ez a helyzet, hogy az egyik oldal bízni látszik, a másik nem. És úgy látszik, hogy elérte ez az özön a bíróságot is, ami óriási veszélyt jelent, mert amennyiben ezek a társadalmi alapintézmények a direkt pártpolitika által érintetté válnak, akkor ott nagy baj keletkezik. Tamás Gáspár Miklós ugyanerről hogyan gondolkodik? Én már szeretném közölni, hogy én semmiféle pártnak nem vagyok már a tagja, sajnálatos módon.
Én azt hiszem, hogy valóban ez nagyon nagy baj. Ugyanakkor azonban van mégis egy biztató, egészséges vonás ennek a dolognak. Ez a közérdeklődés. Mert azt azért, hogy az állampolgárok vitatják a bírói ítéleteket, a parlamenti határozatokat, a kormány döntéseket, ez mégis arra mutat, hogy vannak aktív polgárok a hazában, és ez nem baj. Na most az, hogy a különféle fontos jogintézmények presztízsét kikezdik méltatlan támadások, ez föltehetőleg elkerülhetetlen. Az is elkerülhetetlen, hogy fontos jogintézmények időnként helytelenül működnek. Arról is tudunk, hogy vannak olyan törvények, amelyek helytelenek. Ezeket a dolgokat úgy kell nézni, hogy a társadalom, a jog, az egyes állami intézmények, ezen belül a bíróságok, az állandó dialógusban állnak egymással, nem lehet őket kiszigetelni, és bár nyilvánvaló, hogy a bírákra, ügyészekre, stb. Szigorúbb szabályok vonatkoznak, ez egy formális szervezet, nyilván nem mondhatnak akármit, ugyanakkor azonban ettől jó a demokrácia, hogy vannak ezek a különféle erőközpontok, amelyek hatnak egymásra, és amelyekben az állampolgárok szabályozott módon megvitathatják azt, hogy mit tekintenek szabadságnak, mit tekintenek jognak, mit tekintenek eltűrhetőnek, és mit tekintenek tűrhetetlennek. Nem ez arról a vita van folyik. Itt szó, kimondva, kimondatlan, hogy elég nagy baj van az ítélkezés bizonyos gyakorlatával, ha egyszer ennyire külön utakon jár az igazságszolgáltatás, és az emberek adott esetben mondjuk Tamás Gáspár Miklós igazságérzete? Nem ez a probléma, az alapprobléma? Azt hiszem, hogy nem. Azt gondolom, hogy nem. Az egy teljesen természetes dolog, hogy vannak értelmezési problémák a jogon belül. Két bírónő előadásából ez nagyon szépen kiütközött. Az persze ilyenkor fölvetődik, amit Freck bírónő elő is adott, hogy nem biztos, hogy helyes az a jogszabály, amit ennyire ellentétesen lehet értelmezni. Egyébként ennyire ellentétesen értelmezte az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság, mert ez a két értelmezés nem azonos. Ezt kérdeztem én is, ehhez magam képest, is így vettem észre. Igen, ehhez képest itt jogalkotási kényszert érzek, ez nem lepi meg önt. Másrészt az, hogy a társadalom ezt vagy azt a kérdést időnként másként értelmezi, mint ahogy egy-egy jogerős vagy nem jogerős bírósági ítélet, ez megint nem baj. A baj az, hogyha tendenciaként másként értelmezi, hogy az ítélethozók miért akkor, nem képesek, akkor probléma miért van. Nem képesek az ítélethozók vagy a bírák minden esetben a társadalommal elfogadtatni az egyébként valós jogi érveiket. Van ugye még mindig hatályban egy jogszabály, melynek értelmében az adott ügy bírája, tehát a döntéshozó bíró nem magyarázhatja el, nem mondhatja el a közvéleménynek, ott az indoklás és kész, mindazt, amit leírt. Tehát így aztán minden a bírókon csapódik le, mert az ügyész kiállhat a nyilvánosság elé, a rendőr vagy a rendőrség képviselője kiállhat, de a bíró kukaként ül a folyamatnak a végén, és nem magyarázhatja el. Ennek a jogszabálynak a megszüntetését vagy felszámolását nem lenne ideje kezdeményezni? Nem. Ez egy nagyon kényes probléma, mert amennyiben a bíró az ítélethirdetésen kívül is megnyilvánul a nyilvánosság előtt, tehát az a bíró, aki eljárt az ügyben, akkor nagyon könnyen keveredhet egy magyarázkodó szituációba, ami nem megengedhető. Ezzel a problémával egy magyarázkodó bírót én nagyon nem szeretnék látni. Nem magyarázkodót, ítélet után van, meghozta az ítéletet és elmagyarázza. A most uralkodó szemlélet szerint a bíró az indokolásában elmagyarázta, hogy mi történt. Hát én nekem éppen múlt héten volt a kezemben egy ítélet, utánunk fog következni a demecseri választás, illetve megismételtetett bíróság által megismételtetett választás. Ha annak valaki, egyébként nyelvészeket is bevontam, az ítélet indoklásának értelmezésébe, abban nagyon nehezen tud eligazodni. Nem, hogy egy halandó, még egy jogász is, vagy egy nyelvész is. Ezt feltétlenül meg kell oldani. Én az előbb érzékeltetni szerettem volna azt, hogy nem olyan egyszerű a kérdés. Például a Nagy-Britániában ez nem jogszabály, csak szokás, hát ott azért ezekből egész jól megélnek, hogy ha a bírót például támadás éri, akkor az ott jelen volt ügyvéd szinte köteles megvédeni, meg is teszi, és elmagyarázni a
szituációt, tehát ott sem direkt a bíró nyilvánul meg. Az biztos, és ebben az elnök úrral egyetértünk, hogy valamilyen módon, és itt így igaz, hogy valamilyen módon, mert még nem tudjuk, hogy milyen módon, meg kell oldani azt, hogy a bírósági eljárások nyilvánosságát másként értelmezzük, mint az egyszerűen a nyitott tárgyalóajtó jelenségét. Tehát akkor ilyen értelemben egyáltalán nem kártékony egy ilyen vita, amely mondjuk ezen a héten Tamás Gáspár Miklós cikke nyomán kialakult. Én azt gondolom, hogy Tamás Gáspár Miklós és a többiek közötti vita semmiképpen sem kártékony, hanem nagyon gyümölcsöző lehet. Kedves nézőink, Önök az elmúlt fél órában a hegedűs ügy kapcsán előbb az egymásnak némileg ellentmondó, de végső döntésében mindenképpen ellentmondó ítéletek magyarázatát hallhatták az eljáró bíróságok büntető kollégiumainak vezetőjétől, dr. Frech Ágnestől és dr. Cina Ágnestől, majd a bíróságok bírálhatóságáról beszélgettünk Bárándi Péter igazságügyminiszterrel, Lomnici Zoltánnal, a legfelsőbb bíróság elnökével, Tamás Gáspár Miklós filozófussal és Kaltenbach Jenővel, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosával.